Atlantától 400 kilométerre Szavannában rendezték az előolimpiát 10 hajóosztályban. 54 ország versenyzői közül a miénk szereplésére voltunk kíváncsiak. Itt elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél, és ezt be is bizonyították a versenyek, mert a versenyek folyamán a futamok teltével egyre jöttek fel a versenyzők, ez azt jelenti, hogy egyre jobban szokták meg a körülményeket, egyre inkább alkalmazkodtak az itteni viszonyokhoz. A Szóling osztályban több olimpiai és világbajnok mellett a Vosola György vezette csapat képviselte hazánk színeit. Teljesítettük a minimális programot, 20-ak lettünk, de úgy gondolom, hogy az első nap voltunk gyengék, mert akkor csináltunk egy 20. és egy 22. helyet, összesen 6 futam volt, és a végére már 8., 11. és 12. helyekkel aránylag úgy mentünk, ahogy gondoltuk előre. Mégis nagyon kis különbséggel, tehát 2 pont különbséggel a 15-től lettünk 20-ak, pont egyenlőséggel 2 hajóval. Én azt hiszem, hogy ez az eredmény körülbelül az, amire lehetett számítanunk. Az Európa kategóriában összesen 45 hölgy indult. Itt is volt magyar érdekeltség. Egyáltalán nem vagyok megelégedve magammal. Sokkal előrébb vártam magam. Úgy gondolom, hogy igazán az első 2 nap rontottam el. A verseny vége felé gyengült a szél, ami nekem kedvezőbb volt. Kicsit balatoniasabb volt a körülmény, és hát sokkal jobban ment. Szóval a vége felé már azért helyezésbe tudtam hozni magamat, amire számítottam. A legnépszerűbb osztály itt Szavannában a lézer volt. Az 59 induló között 2 magyar is szerepelt. Picit csalódott vagyok az eredményem miatt, mert nem túl jól sikerült, én egy kicsit jobbra vártam a helyezésemet, de azt hiszem, hogy annyira kemény volt a mezőny, és nem voltak túl jók a feltételek, a körülmények, hogy végül is jó volt, hogy idén kijöttünk ide, és megnéztük, mert jövőre nagy csalódás lett volna szerintem az olimpián, hogyha akkor kapjuk azokat a pofonokat, amit most kaptunk. Hát most szemmel láthatóan padlón vagyok, ez nagyon-nagyon összejött nekem ez a verseny. Az első hullám az volt, hogy egy hetet késett a hajó, nem tudtunk edzeni, én vagyok az a versenyző, akinek kellett volna rengeteget edzeni. A második pofon az volt, hogy megjött a hajó, de össze volt gyűrve a konténerben, kellett kölcsönözni egy másikat. Közben jött még egy középfölgyulladás, úgyhogy az előjelek azok borzasztó negatívak voltak. Aztán a verseny elkezdett, a verseny az első futamban egyből ledobott a ló 2-szer is egymás után. Hoztam egy kulcsot, úgyhogy én lettem a csapat kulcsembere, hogy mondjuk. Azt hiszem ideje sportágat váltani. Lehet, hogy veszek egy sakktáblát, és jövőre úgy próbálkozom. A 470-es hölgyek mezőnyében most már egyre jobban szerepel a Bácsics német kettős. Úgy érzem, hogy sokkal jobban vitorláztunk, mint ez a 27. hely. Ez sajnos annak köszönhető, hogy 2 11. helyünkről kioptak, PM-est kaptunk, ez azt jelenti, hogy korai rajt miatt kizártak a versenyből, és emiatt nagyon sok helyet, tehát körülbelül 10 helyet visszacsúsztunk, és úgy érzem, hogy ha ezek a helyekben maradtak volna, akkor egy 15.-17. hely körül tudtunk volna végezni, az jó lett volna, és azzal meg lennék elégedve. Tavasz óta alkott párost a 470-esben Litkei Botond és Nyári Zsolt. A szakvezetés tőlük várja a legtöbbet. A verseny 7 futamból állt, 10 futamra tervezték, a hurikán miatt 3 futamot elhasztottak, illetve nem bírtak megrendezni. Azt a célt tűztük ki magunk elé a verseny előtt, hogy minél több futamba próbáljunk meg az első 10 közelébe vitolázni. Ezzel igazolva azt, hogy jövőre valós reményeink lettnek egy jó szereplésre. Szerintem nagyon jól mentünk, a 15-e az nagyon jó, 52 hajóból. Egyébként a széljárás az úgy nézett ki, hogy nagyon fekszik, szóval nagyon kézre esett a pálya. Szóval nagyon nagy menők, világbajnokok, olimpiai 1-3 helyezettek egyszerűen nem tudtak a 20-ba bekerülni. 2 futamban 10-en belül vitoláztunk, 2-be pedig 11, illetve 14. helyen abszolút jó formában, úgyhogy valószínűleg a jövő évi olimpián is egy 10-en belül végső helyezést el tudunk érni. Szörben, azaz a Miss Prague kategóriában 52 induló között egy 19 éves magyar reménység is volt. Tapasztalatszerzés szempontjából jó volt a verseny, jó sikerült. Az eredménnyel nem vagyok elégedett.
Hát úgy érzem, hogy itt a felkészülési időszakban a válogató versenyeken egy kicsit elfáradtam, egy kicsit talán fásult vagyok. Sűrű volt a program, sok volt a versenyzés. Ez meg is látszik az eredményemen. Hát jobbnak vártam magam. Talán lesz majd jobb is. Több mint 700 versenyző vett részt az elolimpián, és sokan a rossz körülményekben látták eredménytelenségüket. De volt, aki belülről egy picit másképp látta. Én nem hiszem, hogy a körülményekre bárkinek is panasza lehetne, hiszen egy olyan verseny, mint akár jövőre az olimpia is lesz, akár hurikánban rendezik meg, akár Széchenyben, minden versenyzőnek azok a körülmények lesznek. A legjobb fog győzni. Tehát itt a vitorlázásban általában, hogyha 7 vagy 10 futamot megrendeznek, 7 futam alapján nem lehet szerencsével olimpiát nyerni. Én szerintem a jövőbeli olimpián is egy reális eredmény fog születni.